A hét eleje óta Nyíregyházán edzőtáborozik a férfi és a női röplabda válogatott. A Román Bogdán Tanáze által irányított férfiak fiatal kerettel készülnek a bosnyákok, görögök és osztrákok elleni meccsekre. A belga Jan de Brandt 20 játékos hívott be a keretbe. Az Európa Ligában a Franciaország, Horvátország és Görögország elleni találkozók elsősorban a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják majd. Ez a harmadik Európa-bajnokság egyhuzamban, ahol a női válogatott kijutott. Az a mostani Európa Liga meccsorozat, ahogy el is hangzott, egy nagyon jó felkészülést jelent, de a fő cél az EB. Augusztus 23-án Budapesten a Papp László sportcsarnokban, arénában kezdődnek a meccsek, és én azt várom, hogy az elmúlt két évi eredménynél is itthon jobb eredményt érjenek el a lányok. A nyíregyházi nevelésű, jelenleg Németországban légióskoló Szakmári Gréta szerint motiváltan várják mind az Európa Liga meccseket, mind az Európa bajnokságot. Hála a jó Istennek, a magyar röplabdázás fellendült az utóbbi időben, és nagyon örülünk neki, hogy idén nem csak az Európa Liga, hanem az Európa bajnokság a fő célunk. Én nemrég csatlakoztam a csapathoz, de amit eddig láttam az, hogy mindenki elszántan készül, és tudjuk, hogy egy nagyon hosszú nyár vár ránk, de tényleg a fő célunk az az augusztus végi Európa bajnokság lesz. A megfiatalított férfi válogatott számára elsősorban a tapasztalat szerzés a cél az Európa Liga mérkőzéseken. Elég fokhiasak is vagyunk, azt hiszem 11-en vagyunk jelenleg, amivel még az edzés se a legegyszerűbb, mert ugye 6-6 ellen van, hogy a másodedzőnek kell beállni és segíteni, esetlegesen mezőnyözni. Most azon vagyunk, hogy minden mérkőzésből a legjobbat hozzuk ki. Megpróbálunk minél több mérkőzést megnyerni, amit csak lehetséges egy ilyen fiatal kerettel. Nagyon sok játékos most van itt először, most játszunk együtt először, most edzünk együtt először, úgyhogy most egy kicsit fokhias a dolog. De azon leszünk, hogy minél több mérkőzést megnyerünk, és jó mérkőzéseket játszunk. Szombaton Nyíregyházán, a Continental Arénában a Magyarország-Franciaország női mérkőzés 15 órakor, a Magyarország-Bosznia-Hercegovina férfi találkozó pedig 17:30-kor kezdődik.